Régi új szponzor érkezett a DVTK-hoz. Az egyik miskolci autókereskedés a Diósgyuri szakosztályokat több mint 40 autóval segíti. A cég 10 évvel ezelőtt a klub első támogatóinak egyike volt. Mindkét fél reméli, hogy az együttműködés a korábbi évekhez hasonlóan gyümölcsöző lesz. Egy korábbi támogató tért vissza a DVTK-hoz szerda délután. Ezúttal 40 autót ajánlottak fel a Diósgyőrt több szakosztályának. Így idén már az egyéni sportolók is részesülhetnek támogatásban. A mai nappal egy több mint 4 hónapos megfeszített munka gyümölcse érik be. Ugye ez a gyümölcs itt most 46 darab autó formájában ölt ma testet, és amit adunk át a DVTK képviselőinek. Ugye 46 darab autó vegyesen tartalmaz Volkswagen, Audi, Seat és Skoda modelleket, és ahogy már az előttem szólók is mondták, nem kizárólag a labdarúgó csapat részesül ebben a támogatásban, hanem a kosárlabda, röplabda és jégkorong csapatok is. A klub elnöke elmondta, a DVTK és az autókereskedés közös története 10 évvel ezelőtt kezdődött, és remélik, hogy az együttműködés a továbbiakban is gyümölcsöző lesz. A mostani együttműködés ez nekem különösen kedves, leginkább azért, mert ugye a Miskolc autóval és a Volkswagennel nagyon régóta dolgozunk együtt, az egyik első szponzorunk volt, aki fantáziát látott a DVTK-ban. Senta Gergely hozzátette, fontos, hogy ez a támogatás nem csak a labdarúgó csapat, hanem az egész DVTK család támogatását jelenti. Így a felajánlás az egyéni sportolók és a többi látványsporták fejlődését is szolgálja.